Itt mindjárt a háttérbe, tehát a cím ugye különleges fanyagok, váltsuk ki a kókusi fákat címet viseli. A háttérben egy csomoros nyárnak a képe van, ami ugyan nem trópusi fa, de egy nagyon különleges megjelenésű fa. Tehát, hogy a trópusi fanyagokat miért szeretjük használni, ennek egyik oka az, hogy különleges színezetűek, esztétikusak, szépek, tehát ezeket exotikus fáknak mondjuk meg különlegesek számunkra. Tehát egyrészt ugye a színük, a textúrájuk, esetleg illatuk, ami miatt szeretjük használni. A másik az, hogy jelentős vízzel szemben ellenálló képességgel rendelkeznek, tehát a berakódott gesztesítő anyagok folytán méres stabilitásuk az gyakran meghaladja a általunk használt szerkezeti anyagoknak, ez a húszfenyőnek a méres stabilitását. A másik, ami miatt még szeretjük használni, az a kültéri tartósága, tehát a gombaról állóság az egyes fajoknál a legkiválóbb lehet, tehát a hajóépítés, vagy akár a vízépítés, az trópusi fákkal is ugye meg lehet oldani. Ezeket ki lehet váltani hazai fafajokkal is. Tehát ennek az előadásnak az volna tehát a célja, vagy a filozófiája az, hogy végigjárnák azt, hogy milyen problémákat jelent az, hogyha ezeket a trópusi fanyagokat használjuk itt Európában, milyen következményekkel jár ez akár tőlünk jóval messzebbre, illetve az lenne a végső üzenet, hogy a tudomány az milyen megoldásokat tud kínálni. Tehát Fanyag Tudományi Intézetből vagyok én személy szerint, azért van itt ez a dia. Akkor a tartalom, először azt a rendszert ismertetném, ami a trópusi fákat védi, az úgynevezett CITES angolban rövidítése, illegális fakitermelés fontossága, miért tűnnek el a fák, milyen garanciákat kaphat egy vásárló, hogyha egy terméket vesz, hogy ez egy fenntartható gazdálkodásból származik. Erről röviden leggyakoribb termékek, amelyek az úgynevezett tiltott faanyagból, tehát ezekből a CITES listás faanyagból készülnek, milyen hazai európai jogi környezet van, és hát hogyan lehetne kiváltani ezeket a fákat. Nem fogom ezt most mind felolvasni, akit érdekel, az majd részleteiben itt végig mehet, de hogy mekkora nagy üzlet ez, az illegális kereskedelem, nem csak a fakereskedelem, hanem a védett fajokkal végzett kereskedelem, 159 milliárd USA dollár éves forgalom, Magyarország GDP-ét meghaladó forgalmat jelent ez, illegális bevételt ez különböző szervezeteknek. Kábítószer kereskedelem mögött ez a második legnagyobb illegális üzlet, ami sokszor a kábítószer hálózatoknak a rendszerét használja. 350 millió egyeddel folyik kereskedés, ezek közé fák is tartoznak, de minden egyéb, tehát a teknős, a korall, tehát ami a védett listán van, de minden nézzük, hogy mik ezek. Maga rövidítés az, hogy mégis mi ez a CITES, 1973-ban született meg ez az egyezmény, Convention on International Trade in Endangered Species, ugye ez az angol megfelelője, időközben már 175 ország, tehát 2010-ben 175 ország aláírta már, tehát az összes, azt mondom, jelentős ország, még Kína is aláírta és csatlakozott ez az egyezményhez. Nálunk pedig Magyarországon ugye az Európai Közösségi Rendelet megfelelője szabályozza ezt. Három függelék van, az első függelékben a legveszélyeztetettebb fajok tartoznak, amelyek kipusztulás szélére kerültek. Ilyen például fekete orrszargó, minket inkább jobban érdekelnek a fák, az a Rio palisander, rózsafa, dalbergia nigra, ami veszélyeztetett élőlény, és ezért a belőle készült termékeknek a forgalmát is fokozottan figyelik. A második függelék, amelyek kialás szélén még nem állnak, de kritikus a helyzetük, tehát ezek tartoznak ide, engedélyekkel lehet ezeket hozni, vinni. Itt van hozzá a tatárantilopa, ami ide tartozik, fából a megfelelője, az életfa, egy Palo Santo. A harmadik függelék azok tartoznak, amelyek még nem veszélyeztetettek, de a nemzetközi védelmükhöz segítség szükséges, tehát államoknak kooperációja szükséges, ilyen például a kalapácsfejcápa vagy a cedró nevű fa, amiből ez a szép és tartós ugye beállati ajtó készül. Néhány fa minta, ez például az afromózia, ez CITES 2-es listába tartozik. Az amarant szabadon forgalmazható, tehát egy gyönyörű lilás színű fa. A mahagónia, valódi mahagónia a CITES 2-esbe tartozik, tehát már korlátozott a forgalma. A kelet-indiai palisander szabadon forgalmazható. A ramin 92 óta CITES 2-es, tehát korlátozott forgalma. Zebránó, egy nagyon érdekes struktúrájú fa, szabadon forgalmazható. Hogyan lehet ezeket a fákat mozgatni? Nem akárhol lehet az országba behozni, itt vannak azok a helyek, határátkelők, ahol be lehet őket hozni dokumentumokkal. Miért nem lehet mindenhol behozni? Mert olyan vámos kell, aki megfelelő szakismerettel
rendelkezik, hol szerezhetik meg a vámtisztek a megfelelő szakismeretet. Hát itt a faipari mérnökiparon kaptak egy oktatást, és így megvannak a tananyagaik, felkészültek arra, hogy a védett fa anyagokat megismerjék. Hát nyilván, hogy meg kell ismerniük, hogy vannak fenyőfák, vannak lombosfák, révgyűrű szerkezetet hogyan lehet vizsgálni, hogy lehet megmetszeni egy fa felszínt és azt vizsgálni. Mahagóni félékelt, illetve a Dalbergia nigrának a keresztmetszetét lehet látni, amik három mahagóni féle, amelyek makroszkópos megjelenése, tehát a kézbe veszik nagyon egyforma, de nagyító alatt is teljesen más képet mutat, tehát ezen anyagok alapján megtanulhatják a vámtisztek az azonosítást, vagy léteznek olyan rafinált módszerek, amelyek fáknak az extraktanyag, kioltható extraktanyag tartalmát vizsgálják, például itt UV-fény, egy vizes oldódást lehet látni. Veszélyeztetett növényfajok Európában úgy néz ki, hogy kevéssé, tehát Bosznia-Hercegovina, Szlovákia van veszélyeztetett növényfaj nagyobb számban, de egyébként Európa az jól áll ezen a téren. Milyen fafajok haltak eddig, illetve milyen számban az látszik ezen a diagramon, az Egyesült Államok területén már a 24 fafaj tűnt el, teljesen is itt van néhány további ország, illetve régió még. Néhány példa ezekre, amelyek sajnos eltűntek a föld kerekségéről. A világ erdő adatai azért pontosak számunkra, az látszik ezen a dián, hogy hány négyzetkilométer erdő van, és ezek hol helyezkednek el. Első fontos szám az, hogy Európában növekszik az erdőterület. Tehát itt látni, hogy 1990 és 2000-es idő intervallumot figyelve 87 ezer hektárral nőtt az Európa erdőterülete, ez közel Magyarország területe, amit telepítettünk. Észak-Amerikában szintén nő, Óceánia, Ázsia, Afrika, ott sajnos csökkennek a területek. Mi lesz a faanyagból? Ezt mutatja ez a dia különböző kontinenseken, mennyit vágnak ki, és ebből mennyi lesz ipari fa, mennyit égetnek el. Az látszik, hogy Afrikában 90% az, ami a tűzre megy, 10% az, ami az iparban megy. Európában ez majdnem fordított arányú volt, de sajnos már ez 2005-ös adat, amikor még körülbelül 25%-ot égettünk csak el, de most a jelen szabályozások, meg gazdasági környezet miatt biomassa égetés, ami fa égetést jelent, előtérbe került, és közel 50%-ot Európa is elégett már a kitermelt fából. Magyarország ez a szám sajnos még riasztóbb, 60-70%-os adatokat lehet mondani, ami közvetlenül égetésre kerül. Aztán nyomoztam az interneten, hogy létezik-e olyan, hogy valakit elkaptak volna illegális fa termékekkel, szállítmánnyal, gerendával, vagy műkincsekkel, és nem találtam ilyen adatot. Sikerült egy vámtiszttel beszélnem, aki viszont elmondta, hogy a vámraktárak azok illegális fatermékekkel vannak tele, nagyon sokszor, csak nem kerül be a híradásba. Tehát sokkal izgalmasabb az, hogyha egy vércsét, egy teknőst, egy koralt találnak meg, valahol azt a tévébe lehet mutogatni, hát az, hogy van néhány rönk, az úgy néz ki, valaki embereket nem annyira érdekli, és a híradásokban nem kerül be, de ugyanakkor jelentős veszélyek vannak. Hát itt néhány példa arra, hogy turistákat valamivel megfogtak. Ez egy kínai múzeum lesz, amit itt mutatok. Ezek nem eredeti bútorok, de ilyen 2000 évvel ezelőtti dizájnt fogalmaznak meg. Dalbergia nigrából készülnek, tehát CITES 1-es fából készülnek. Jogilag ugye nem készülhetne most kivágott fából, lehet, hogy régen kivágott fákból készülnek ezek a termékek. De nem csak múzeumok számára, hanem eladásra is. Kagylóhéj berakásos, hát rózsafa, hát fali képek ezek. Itt van egyiknek az ára is, 258 ezer yuan. Kell szorozni, hiszen olyan 40-50-nál, tehát ez 10 millió forint kis képecske, tehát oda lehet menni. El lehet hozni, ezek már 100 millió forintba számolva 100 milliós értékű anyagok, és szintén a Dalbergia nigrából készülnek. Hogyan lehet mégis biztos benne az ember, hogy olyan, hogyha vesz egy fateméket, az nem illegális forrás? Hát egyik ilyen tanúsítvány az FSC, másik a PEFC vagy PEFC, és itt van a néhány terméken a logójuk, tehát ez alapanyagokon is megjelenik, késztermékeken is megjelenik. Mit szeretünk mi a trópusi fákban? A rajzolatot szeretjük-e, a színt szeretjük-e, vagy mind a kettőt együtt, ugye? Tehát mind a kettő együtt az, ami különlegessé teszi. Tehát akkor ezt helyettesíteni akarjuk, akkor szín és rajzolat is nagyon fontos, a műszaki tulajdonságok mellett természetesen. Néhány hazai egzóta idézője. A fekete dió az valóban egy egzóta fának tekinthető Európában, hiszen Észak-Amerikából származik, néhány
diaróla, itt egy ültetvény, egy szép törzs, kereszmetszet, egy példa az árára. Tehát, hogyha valaki szépen nevel egy fekete dió rönköt, itt egy 70 éves rönk 60 centi átmérővel, akár 3500 euró is. Tehát egyetlen rönk, hogyha ez értékes furnér rönk, akkor ilyen ára lehet. Néhány terméket, csak felvillantok, tehát burkolatok, dísztárgyak, fegyvereknek a tusa készület belőle. Itt egy asztal látszik, szintén egyedi termékekről van itt most szó, design termékekről, a fának az érdekes struktúráját használják ki, egy padló. Ez pedig a fekete diónak a gyökfő körüli anyagából készült furnér, ami megjelenhet egy autó belsőben, ez egy luxus autó, ez egy eredeti furnér, vagy egy középkategóriájú autó, akkor ez egy műanyag utánzat, annak a fotóról utánzott változata. A hazai dió, ahol szintén lehet ültetvényeket létesíteni, és abból ezeket a szép, tetszetős rajzolatú termékeket, mint például ezeket a bútorokat előállítani, vagy hát itt is hangszer, vagy disztált készítésnél jövetelő. A karériai nyír egy nagyon érdekes és értékes anyag, betula, pendula, variált ez karérika. A szilek nagyon izgalmas felszíneket tudnak adni. Itt most még nem annyira izgalmas, de hogyha kis apró tárgyak készülnek, akkor ott megjelenhet már a szilnek a különleges karaktere, a különleges évgyűrű szerkezete. Ez itt egy fogadópult, ez egy Skóciában készült felvétel, egy fogadópult. Ez itt juhar, a teteje készült szilből. Itt már egy érdekesebb szín és érdekes rajzolat is megjelenik. Itt szintén egy juhar, ez egy Salzburgi hotelnek a fogadó pultja. Ez lehetett volna hulladék is, ez az ágesztes juhar anyag, de itt a tervező meglátta ebben az érdekességet, és akkor ez egy dísze lett ennek a pultnak. Csomoros juhar, madárszemes jávor, jávornak is mondjuk, tehát nagyon izgalmas felszíneket lehet létrehozni. Juharok, a hullámosos lefutás, az például ennél a gitárnál egy értékes megjelenést ad. Ezt elmondtam már, hogy miért, tehát esztétikum, tartóság, vízzel szembeni álló képesség, ahol a trópusi fák sokszor jobban szerepelnek. Egyik lehetséges megoldás az, hogy a mi fáinkat termikus módosítással, 180-200 Celsius fok körüli kezelésekkel ellenállóvá tesszük ezekkel a hatásokkal szemben. Esztétikusabbá is tesszük, erre néhány példát fogok majd mutatni. De honnan jöhet ez a faanyag? Jöhet természetes erdőből, de jöhet ültetvényekről is. Az ültetvényeknek az a nagy haszna, hogy bár monokultúrák, tehát a biodiverzitás az alacsony vagy szinte ugye nincs is, akárcsak egy húzaföldön, tehát ott is nagyon pici a biodiverzitás, itt 20 évente megnő a faanyag, amit ki lehet termelni, és utána ilyen érdekes, szép rajzolatú anyagokat lehet kapni, mint például az eukaliptusz, ugye Spanyolországban, európai területen lehetséges ilyen ültetvényeket létrehozni, van is bőven. Ez egy hullámos eukaliptusz felszíne, hogy a juhart kicsit idéző, hullámosos lefutású. Nyárfa ültetvényt Magyarországon is lehetséges, és vannak is ilyen ültetvények, itt egy szürke nyár ültetvény látszik jobb oldalon. Termikus kezeléssel egy élénkebb rajzolat, illetve egy sötét barna szín érhető el, és emellett pedig gombarólállóság és vízzel szembeni ellenálló képesség. Néhány kísérleti eredmény, ami a színt illeti, tehát balról fentől elindulunk valami viszonylag világosabb színből, és jobbra lent egész az ében fa színéig eljuthatunk. Itt most egy olajos hőkezelést jelent. Itt a nyárfánál látjuk, hogy a kávébarna szín és egy élénkebb rajzolat érhető el. Néhány alkalmazási példa itt a termikusan módosított faanyagra. Ez egy terasz burkolat, hőkezelt, termikusan módosított kőrizsből. Ez egy fenyő, úgynevezett termovú termékkel készült burkolat medence körül. Ez egy szaunának a belseje, ahol a termikusan módosított fát használják. És itt pedig egy homlokzat, tehát ez nem szerkezeti alkalmazás, nem terv, viselő szerkezet, de egy igen esztétikus megjelenés kaphat egy épület, hogyha ebből egy építész, egy tervező megfelelően bánik. Hát a tudomány ugye segítségünkre lehet, az európai fajoknak kiváltásával rövidebb szállítási utak valósulnak meg, a szén-dioxid kibocsátás ezáltal is csökkenhető. Nagyon fontos szempont, hogy hazai munkahelyet teremt az erdő- és fagazdálkodás, főleg vidéki területeken, ahol erre különösen szükség van.
azzal, hogy saját faanyagunkat használjuk a biodiverzitás megőrzéséhez hozzájárulhatunk a trópusokon, és nagyon fontos, hogy amikor faanyagot használunk, egy környezetből állt megújuló anyagot használunk, amivel egy egészséges lakókörnyezetet alakíthatunk ki. Köszönöm szépen a figyelmet!